A sok kátyú miatt már időszerűvé vált a vasúti út felújítása. Ez a napokban meg is történt. Egyfolt azonban kimaradt. Ennek oka egy itt felejtett autó volt. A tulajdonos a kiragasztott figyelmeztetés ellenére a parkolóban hagyta a járművét. Az esetnek szemtanúja is volt. Ki volt írva, hogy ne álljanak oda, mivel hogy aszfaltozás lesz, de egy kocsi, ott állt egy Opel, és körbe marták a kocsit, meg körbe is aszfaltozták. A munkákat végző céget megkerestük, nem kívántak nyilatkozni. Annyit azonban elmondtak, hogy a jármű már ott volt, mikor megérkeztek. Ahhoz hozzányúlni nem volt joguk. A környéken sokakat felháborított az eset. Előre ki volt írva egy papírra ez az egész, tehát tudta az autós, tisztában volt a dolgokkal, ezért ez az ő hibája volt. Hát el kéne kapni az illetőt, és jól megbüntetni. A felújítást a MÁV ZRT rendelte meg. Információink szerint a hibát hamarosan kijavítják. Arra a kérdése, hogy az autós a figyelmeztetés kiragasztása előtt parkolt ide, felelősségre vonható-e, senki nem tudta a választ.